A Tervezzük meg Miskolcot pályázat lényege az volt, hogy a Király utca kereszteződésében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT által építendő turbó körforgalom központi látványelemének a megtervezése. A városvezetés célja az volt, hogy bevonják a közös ötletelésbe, tervezgetésbe a miskolciakat, azokat, akiknek megmozgatja a fantáziáját az, hogy milyen legyen a közeli jövőben a város, és hogyan változzon, merre fejlődjön. Büszke vagyok a pályázókra, büszke vagyok a miskolciakra, hogy ilyen sokan vették a fáradtságot, és kezdtek el ötletelni ennek a körforgalomnak a sorsán. Őszintén úgy gondolom, hogy az a fajta részvételiség, amiről nagyon sokat beszélünk, az kifejezetten ilyen ügyek mentén tud a valóságban testet ölteni, úgyhogy én oda meg vissza voltam a jó hírekért, hogy ennyien sokan pályáztak, és hogy ilyen értékes pályamunkák érkeztek erre a pályázatra. Egész biztos, hogy használni fogjuk ezt a társadalmasítási eszközt a közeljövőben is, hogyha bármilyen hasonló lehetőségünk lesz rá. Szúnyog László városi főépítész elmondta, hogy várakozáson felül érkeztek alkotások a felhívásra. Különféle színvonalú, de egyaránt érdekes ötleteket küldtek be az alkotók a helyi önkormányzatnak. Gyakorlatilag nagyon sokféle pályamunka érkezett be, és sokféle szempont alapján sokféle, tehát ha azt mondjam, hogy mondjuk kidolgozottságban volt, aki egy mondatot leírt, hogy ő neki ez az ötlete, hogy, és volt, aki meg komplex tervdokumentációt csatolt erre a pályázathoz. Alapvetően, ahogy a díjátadón elmondtam, a legtöbben abban gondolkodtak, hogy valamilyen miskolci nevezetességet jelenítsenek meg, tehát nagyon sokan javasolták, hogy a Havasi kilátónak a makettje legyen ott például, vagy más nevezetes épületek. Ez volt a legfőbb. Aki az első díjat nyerte hölgy, ő neki a pályamunkája nagyon-nagyon tetszett. Ő egy acélszalagot képzelt el körbe, ami körbefut a körforgalom szélén, és az acélszalag bizonyos helyeken fölemelkedik, és a Miskolc nevezetességet sziluettjeit formázza. És ez egy olyan egyszerűséggel fogalmazza meg azt, amit látni kell, és nem az van, hogy fogunk látni egy új avasi kilátót, hanem egyszerűen egy utalást fogunk látni mondjuk az avasi kilátóra. Ez volt a profi kategória első díjazottja. A másik az amatőr kategóriában egy pszichológus hallgató, egyetemista hallgatónak a pályázata volt, aki abból indult ki, hogy Miskolc a kapukvárosa, Győri kapu, Zsoltai kapu, stb. És ezért a kapukból készített egy installációt középre. Ezt nagyon jó ötletnek tartottuk, hiszen megérkezünk egy városba, egy kapun keresztül érkezünk meg. Ennek az alkotói pályázatnak az a célja, hogy Miskolc építészeti örökségeit a fiatalok látásmódjával, a rendelkezésükre álló technikai eszközök segítségével ismerjék meg a városon áthaladók, valamint a térségbe érkezők. Hát a koncepciótervem az volt, hogy egy olyan művészeti alkotást, egy olyan szalagot készítsek erre a körforgalomra, amely így Miskolcnak így a főbb látványosságait emelik ki. Ilyen az Avasi kilátó, a Diósgyőri vár, a palotaszálló, illetve Miskolcnak a felirata. Ez egy szalagból rajzolódik ki, és a közepébe pedig egy ilyen kis oázist terveztem, mert ez egy elég, hát egy nagy beton dzsungelbe helyezkedik el szerintem, és szerettem volna ezt egy kicsit kiszakítani, és egy kicsit zöldíteni ezt a területet. Mindenképp Miskolcnak a főbb látványosságét szerettem volna megjeleníteni ebbe, hogy azok is tudják, hogy milyen szép dolgok vannak itt Miskolcon, akik Budapestről hajtanak be, és akkor lássák, hogy itt egy olyan makettot, meg egy amolyan, és akkor kíváncsiak legyenek arra, hogy Miskolc mit is jelent így, miket tartogat. Mivel a megépülő turbó körforgalom kifejezetten nagy alapterületű lesz, akár az is elképzelhető, hogy nem egyetlen látványelem kerül majd a közepére, hanem akár több alkotás vagy valamilyen kertészeti megoldás is helyet kaphat a csomópont szélein. A pályázatra beérkező alkotások készítői díjazta Miskolcváros önkormányzata.